a Galgamenti Népművészeti Fesztiválon a Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület nevében. Köszöntöm az újonnan érkezőket és azokat is, akik egész nap részt vettek velünk a programokon. Elérkeztünk az esti ünnepi gálához, ahol a felnőtt hagyományőrző csoportok, táncos zenészek lépnek színpadra, hogy bemutatkozzanak és elkápráztassák önöket műsoraikkal. Most pedig engedjék meg, hogy felkérjem Seres Tündét, Gyessen-Gyeden lévő műfházvezetőt, az Egyesület elnökségi tagját egy kis történeti áttekintésre. Nagyon szép délután, korástét kívánok minden kedves érdeklődő vendégünknek. Pünkösdi rózsás reménység él a szívemben, pünkösdi boldogság nyílik a számból, hogy hirdessem azt az örömet, amelynek szolgálatába szegődtem. Angel Ellát papíró szavait segítségül hívva, mondhatom ennek analógiájára, hogy a Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület annak örömhírét hirdeti, hogy a népművészet ma itt 2014-ben is még él, élő népművészetről beszélhetünk, de mint ahogy Pálinkás Ildikó konferálásában utalt rá, ez az újszerű kezdeményezés valamiféle előélettel mégiscsak rendelkezik, és éppen az Egyesület névadója Sára Ferenc volt az, aki 1970-ben Galgamenti Népművészeti Találkozó elnevezéssel, és éppen itt Turán, ha nem is a kastélykertben, szervezte meg, persze nem egyedül, az első Galgamenti Népművészeti Találkozót. Ennek a találkozónak a célja a vidék gazdag népművészeti értékeinek bemutatása, új értékek feltárása, a csoportok közösségteremtő erejének, személyiségformáló lehetőségeinek erősítése volt. Gondolom, jól érzik, hogy valami hasonló eszmeiséggel működött évtizedeken keresztül. És most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugyan Sára Feri bácsi, az Egyesület névadója már nincs közöttünk, de az a másik személy, akivel közösen szervezték meg ezt az első találkozót, Szekeres Erzsébet Gödöllén élő iparművész, pár mondat erejéig egy kis időutazást tartana itt nekünk, úgyhogy nagy szeretettel felkérem arra, hogy idézzem meg az egykori első Galgamenti Népművészeti Találkozókat, és azon keresztül egy kicsit névadónk Sára Ferenc személyét. Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon nagy szeretettel jöttem el újból Turára. És nagyon érdekes, mert 44 évvel ezelőtt, és június 5 és 7-e között volt az első Galgamenti Fesztivál. Ez nem véletlen. És ma hányadikát írunk? Június 7-ét. A Gödöllői Járási Hivatal mezőgazdasági osztályán dolgoztam, mint előadó, és a Gödöllői Járásnak a 27 települése tartozott a Járási Hivatalhoz. 1970-ben tervezte el a Járási Hivatal, hogy az első Galgamenti Fesztivált meg kellene rendezni. Tehát, hogy meg kellene rendezni, elnézést kérek. És erre a feladatra két embert jelöltek ki. Az egyik ember volt, aki a népcsoport, a néptáncosokat, a népi énekeseket, a szólósokat, hogy összegyűjtse és elrendezze, ő Sára Ferenc volt. A másik ember pedig egy nagyon, azt mondhatom, hogy a járáson belül egy híres ember, akit úgy hívtak, hogy Asztalos István. Ő volt az Aszódi Múzeumnak az igazgatója. Sajnos Pista bácsi pont erre az időre egy nagyon súlyos betegséget kapott, és meg kellett műteni, viszont Sára Ferencnek egy segítség kellett. De hogy történt a választás én rám, azt én nem tudom, a mai napig sem. De hálás vagyok, hogy ezt a feladatot megkaptam, és Ferivel együtt elkezdtük a szervezését a Galgamenti Fesztiválnak. Az én feladatom volt a tárgya anyagoknak a bemutatása, a hímzés kultúra, a fafaragás, és ennek az összegyűjtése. Először tiltakoztam ez ellen, és erre azt mondta Sára Ferenc,
Szekérke, nem kell félned, mert ott lesznek a tanítók, a tanárok, akik neked segítenek mindenben. És valóban úgy volt. Mert jött Molnár Lajosné nagytartsáról, a férjével együtt, a Zsámboki tanítónéni, a Turai tanítónéni, a Bagi, és sorba-sorba mind mondhatnám a tanítókat, tanárokat, hisz az ők kezükben van a mai napig is a gyűjtés, és ennek az egész szépséges, gyönyörűséges szép világnak az összetartása. Annyit szeretnék mondani, hogy Tura történetének a második kötetben megtalálják a 281. oldalon, mégpedig a következőt, a kastélyket összevont általános iskolai kórusok és népdalcsoportoknak, és ide a Galgahévízi, Hévízgyörgyi, Bagi, Zsámbok, Dány, Valkó és a Turai iskola énekkara szerepelt és vezényelt Sára Ferenc és Fekete László. Sára Ferenc nem akármilyen ember volt, hisz tudjuk, Béres János tanítványa, és egy csoda ember volt, aki az egyszerű kis furuján valami álomszép szimfóniát tudott játszani. És mellette egy nagyon jó szervező volt, és nagyon jól össze tudta fogni azt a csoportot az ő mosolyával, a hozzáértésével, vidámságával, és ő fáradtságot soha nem ismert. Engedjék meg, hogy itt most felolvassak egy rövid idézetet, hogy tulajdonképpen nekem, hogy Szekeres Erzsébetnek mit adott az első Galgamenti Fesztivál. Gödöllőn élek, és a népművészetben oly gazdag Galgamente az otthonom. Így szinte ösztönösen használtam fel munkáimban a népművészetből merített élményeket. Az anyag, a forma, a szín életem tartalma. Gondolataim és alkotó képzeletem kifejezési eszköze. Gödöllő város és környéke, a Galgamente szépsége és népművészete forrása munkámnak, a mai napig is. Elámultam a nagytarcsai, turai, menyasszonyruha, galgamácsai, versegi, zsámboki, menyecskeruha színpombájától. Iklad egyszerű, fekete, öregasszony viseletétől, és a turai asszonyok mesteri kézügyességétől. Szőnyegeimben a Galgamente fehér virágai élnek. Amikor a szőnyegre varrom, szemem előtt látom a turai Zsiga Ilon néni bütykös ujját, ahogy a hófehér gyorsra rajzolta álmait. A fonalak színeinek összeállításában édesanyám volt segítségemre, aki nemes ízlésével és tiszta gondolkozásával örök időre példaképem. Tudnélik, édesanyám is, amikor a kiállítást rendeztem, itt volt velem, és nagyon sokban ő is segített nekem. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és hogy ezt elmondhattam, és nagyon szeretném, hogy ez a csodálatos hagyomány továbbra is élne, és továbbra is, hogy ezt folytassák, mert igenis, hogy szükség van a népi kultúránknak a továbbvitelére, hisz ez az ország olyan gazdag a hímzés kultúrájában, a táncművészetében, az énekművészetében, a hangszeres művészetében, hogy ezt csak úgy lehet, hogy tovább vinni, és szívvel, lélekkel, és nagy-nagy szeretettel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most pedig tisztelettel felkérem Héra Évát, a Muharai Népművészeti Szövetség és Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökét,
Ossza meg velünk gondolatait, és egyúttal nyissa is meg az estigálát. Szövetségünk valamennyi tagja, s magam nevében köszöntöm Önöket szeretettel. Köszöntöm a táncosokat és zenészeket, és köszöntöm mindazokat, turaiakat és máshonnan jövőket, akik megtisztelték ezt a rendezvényt jelenlétükkel. Tura meg a Galgamente mindig is különös érdeklődést keltett a hagyománnyal, a néprajzzal, néptánccal, népzenékkel foglalkozók számára, hiszen Magyarország néprajzilag legjobban dokumentált települései közé tartoznak a galgamenti falvak. Járt itt Bartók Béla, az 50-es években Martin György, Pesovárok és Muharai Elemér is többször megfordult a faluba. Már ők azt mondták az 50-es években, hogy az, ami itt a Galgamentén van, az egy csoda, hogy Budapesttől alig 50 kilométerre lévő településeken még él a hagyomány, élnek a szokások, hordják a viseleteket, és a falu közösségek még működnek. Én magam a 70-es évek végén kerültem közelebbi kapcsolatba ezzel a vidékkel, az akkori veresegyházi hagyományőrző találkozókon, majd a bagi hagyományőrző találkozókon találkoztam és ismertem meg közelebbről az itteni embereket, de mindig szívesen hoztunk ide országos rendezvényeket és szakmai továbbképzéseket. Vannak jobb feltételekkel rendelkező helyei az országnak, vannak szebb tájai, vannak kacsalábon forgó művelődési házak, de a Galgamente mindig olyan szeretettel, közvetlenséggel fogadta az embereket, hogy itt mindenki jól érezte magát. Az előbb azt mondtam, hogy csoda, hogy itt Budapesttől néhány kilométerre még ennyire élőnek maradt meg a hagyomány. De nagyobb csoda az, hogy ma is él, még vannak gyerekek, vannak fiatalok, akik ezt fontosnak tartják, megőrzik és bemutatják. Sokféle dolog játszik abba a szerepet, hogy milyen egy település, egy vidék hagyomány megtartó képessége. Társadalmi, gazdasági, történelmi viszonyok külön-külön elemzést érdemelnének, de én egy tényezőt emelnék ki a sok közül, az emberi tényezőt, hogy ezen a vidéken mindig voltak olyan tanítók, olyan papok, olyan polgármesterek és olyan együttes vezetők, akik fontosnak tartották és ügyüknek tekintették, hogy Galgamentes nagyon sokszínű és rendkívül gazdag hagyománya megjelenjen. Ugye itt volt Turán a Kovács család, tanítóként, majd népművelőként. Én azt hiszem, hogy nem csak vezetője volt egy közösségnek, hanem ismerte, szerette ezt a közösséget és becsülte ezt a kultúrát, hiszen mindent megtett azért, hogy fennmaradjon. Vagy itt voltak a papok, vagy itt vannak a papok, akik tudták, hogy a vallás meg a hagyomány gyökerei mennyire összekapcsolódnak, és mennyire közösen jellemeznek egy közösséget. De itt voltak és vannak a polgármesterek is, akik a legzordabb időszakokban is támogatták azt, hogy legyen együttes, hogy még működjön a falu közösség. És itt voltak az együttesek vezetői, a Berkes Esztertől, Tímár Sándoron, Iglói Éván át a mai gyerekekig. És fontos az, és nagyon fontos dolog, hogy azok, akik itt születtek a faluba és elszármaztak innen, értelmiségiek lettek, ahogy mondjuk, más beosztásba kerültek, más életmódot élnek, de az idevaló emberek soha nem tagadták meg ezt a hagyományt. Merítettek belőle, és máig büszkék rá. Igen, ők mindannyian, a Kovács Lászlók, a Jambrik Lászlók, a Pásztor Beilák, a Fercsik Miska bácsik, a Sárák, Sára Ferenc, akiről az előbb itt beszéltek, de Sára Sándor is, a Kovács gyerekek, Géza és Laci, szintén tudja róluk az egész ország, hogy Tura azért Galgamente fővárosa.
és sorolhatnám az együttes vezetőket is, mindannyiójukat, akiknek együttesen köszönhető, hogy ez a hagyomány él. És itt vannak a maiak, a gyerekek, akikre mindannyian büszkék lehetnek, hiszen erről a vidékről nem mentek el a gyerekek. Itt alapítottak családot, itt építkeznek, hazajárnak, itt ül Mackó Marika, itt van Unger Balázs, itt van Seres Tünde, itt vannak Bagonna Rónai gyerekek, a Szép Halmi Zoli, a Tóth Juci, itt a Bánszki Judit is Siszaszegen, és én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb dolog, amire büszkék lehetnek, és legyenek büszkék, mert olyan kevés dologra lehetünk manapság büszkék. Hogy értelmes, okos, rendes gyerekeket neveltünk, akik fontosnak tartják nagyszüleik örökségét, és azt is fontosnak tartják, hogy továbbadják ezt a kultúrát. Én azt kívánom, hogy támogassák ezt a kultúrát, támogassák a gyerekeiket, és élvezzék ezt az előadást, ami most következik. Jó szórakozást kívánok! Köszönjük Héra Évi megtisztelő szavait, és csak csatlakozni tudok hozzá. Kezdődjék tehát a műsor. Elsőként szeretném felkonferálni a házigazdák néptánc csoportját, a Turai Zsinnyegőket. Az együttes 2 évvel ezelőtt szerepelt először nyilvánosság előtt a Turai Batyus Bálon. Az azóta eltelt rövid idő alatt a csapat valódi közösségé formálódott a sok szereplésen és programokon keresztül, és szakmailag is sokat fejlődtek. 2012-ben kiváló minősítést kaptak. Jártak a Gyimesben, táboroztak Panyolán, meghívást kaptak a Sziget Fesztiválra, és felléptek Kapolcson a Művészetek Völgyében, de felejthetetlen Pünkösdi napot és Mikulás estet is rendeztek tavaly. Első műsorszámuk címe Táncok a pusztából. Fogadják őket szeretettel. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Nagy öröm ez számomra, hogy ilyen sokan megjelentek. Akik már korábban itt voltak, azok tudhatják, hogy nem akármilyen tarisznya van itt a vállamon. Ez bizony a mese tarisznya, ami messziről érkezett én hozzám, egészen Erdélyországból hozta nekem Liszkai Zsuzsa néni, aki ott árul a sarokban. És ez nem akármilyen tarisznya, ez teli van mesével. Na de nem csak mese van benne, van ebben monda is, meg igaz történetek. Úgyhogy én ebből hoztam ma, és ki is engedek egy igaz történetet, itt mindenki megtudja, hogy honnét is van a tánc. Nem tudom, hogy a kedves vendégek tudják, hogy a tánc a régi szép időkben még bizony nem volt. Az az én nagy szerencsém, hogy világjárott ember vagyok, és így bizony eljutottam egészen a Koloknai Tranyára és a Hortobágyon, ahol volt szerencsém egy öreg gulyással beszélgetni, és ez az öreg gulyás mesélte ezt nekem ezt a történetet. Ez a történet arról szól, hogy volt réges-régen, azokban az antik időkben, amikor még nem volt néptánc, még nem táncolt a magyar, volt egy daliás gulyás legény, majd olyan fajta, mint én vagyok itt. A bajsza is kackiás volt, de lehet, hogy a bajusz versenyen már magasabb helyezést ért volna el, mint én, de azt kell, hogy mondjam, hogy daliás legény volt. Úgy, mint minden, pásztorember, gulyás, ő is Szent Mihály napján kihajtotta a nyájat. Kiment a Hortobágyra, az bizony ott volt sokszor hetekig, úgyhogy nem látogatta meg a családját. Na, hogy szavam ne feledjem, volt ennek a gulyásnak egy csodaszép felesége. De úgy, mint a rendes Hortobágyon ez szokott, ez a feleség nem ment ki a Hortobágyra, hanem otthon dolgozott. Otthon dolgozott egészen addig, igazért nagy örömmel látom, hogy itt vannak jó sokan, akik házas emberek, tudják a házas életnek a fortéjait. Mert ugye azt kell tudni, hogy az ember ugye megházasodik, szeretik egymást, ölelik egymást, de hát az ember azt szeretné ölelni gyakrabban is az asszonyt, de hát az asszonynak gyakran van fejfájása is. Na de, van olyan is,
amikor az asszony szeretné az embert megölelni. Na, amikor az asszony testét elönti a forróság, akkor nincsen mese. Onnantól kezdve az embernek ott kell lenni, és oltania kell a tüzet. Na hát így történt ez a mi gulyásunk feleségével is, aki otthon arra ébredt, olyan forróság volt a dunyája alatt, hogy nem kellett neki ágymelegítő. Na tudta, hogy aznap neki bizony meglátogatni meg kell az ő feleségé, a férjét, már amiket beszélek. Úgyhogy fel is tarisznyálta magát, felfogta a kosarát, rakott bele jófajta gulyáslevest, kis borocskát, hogy ő bizony felkeresi abba a nagy hortobágyba az ő férje urát. Na, de hogy szavam ne feledjem, közben a gulyásunk ugye kim volt, szépen legeltette a nyájat reggeltől estig, de minden délbe bizony elvitte deleltetni őket, és előtte jó megitatta. Így történt ezen a napon is, hogy délben ott volt, itatta ezt a gulyát, aztán utána szépen lepihent a gulya. Hát a mi gulyásunk is megállt, nézte, rátámaszkodott a botjára, nézte a gulyát, gondolta magában, hogy ő neki aztán csuda jó élete van, bizony nem zavarja az ő életét semmi, nincsenek okos telefonok, meg az internet se zavarta még őtet. Úgyhogy belenyúlt az ő szűrjének, tudjátok-e mi az a szűr? Aminek be van varva, hogy az ujja, majd mindjárt láttok egy szépet, de nem olyan cifra szűrbe volt persze, mert ő a gulyát őrizte odakint. Na szóval, belenyúlt a szűrjének az ujjába, azt előhúzta az ő pipáját. Hát mert a nagy boldogságnál még egy nagyobb van, csak hogyha ő pipázik, úgyhogy rágyújtott a pipájára, elkezdte fújni a szép karikákat bele a hortobágyékbe. Ó, nagyon elégedett volt ő a sorsával. Hanem aztán közben ugye az asszony elindult. Szerették ők egymást rendesen, de hát mint minden asszonynak, ennek az asszonynak is volt valami, ami bizony zavarta őt. Hát mi más zavarta volna az asszony, mint a pipa füst. Hanem aztán, ahogy a mi gulyásunk szívja a pipáját, közben megérkezett az ő asszonya. Onnan tudta, hogy valaki közeledik, hogy hátulról vetette a napot. Aztán egyszer csak lenéz, látja, hogy ott jön egy nagy árnyék. Na hát az egész gulya előtte volt, a kutyák is ott bódorogtak. Hát mi a csoda lehet ebben a nagy hortobágyban, amilyen árnyékot vett? Fogta meg is, nézte egészen a tövéig az árnyéknak, hát ott találta az asszonyt. Hely, első pillanatra nagyon elmosolyodott, hát meglátogatta őt az ő kedves felesége. Hanem aztán a második gondolat mindjárt az volt neki. Hát a pipa ott volt a kezébe, meg a szájába. Az asszony meg nem szereti a pipa füstöt, hát most a hosszú távol lét után, hogy lesz így jó újra találkozni? Hanem aztán gyorsan kiverte a pipából a szikrát, azt visszadugta a szűrjének az ujjába a pipát. Na de bizony, nagy szárasság volt azon az éven a hortobágyon. Olyan nagy szárasság volt, mondom én, hogy bedobták a kútba a követ, utána kellett mászni, még egyszer bedobni, hogy leérjen az aljára és csobbanjon. Na hát abban a nagy szárasságban, hogy kiverte a mi gulyásunk a pipából a szikrát, hát lángra gyulladt a fű. Na hát, nézi a legény, lángra gyulladt a tűz, hát nem lehet leégetni az egész gulyát, mit fog enni? Úgyhogy elkezdte oltani a tüzet. Hát ugyanúgy így oltotta. Na már megvolt az első tánc lépése mindjárt. Na hát akkor odajött az ő kedves felesége. Odajött hozzá, nézegette, forgatgatta. Nézi, hát én már csak tudom, hát fazekas a feleségem. A fazék is úgy alakszik, hogyha szépen forog, úgy adja ki a formáját. Hát így volt ez a mi gulyásunkkal is, hogy elkezdte fordította balra, fordította jobbra,
Hát nagyon-nagyon jó kedvet elt ebben a látványban. Addig-addig forgatta, hát így már kialakult a második tánc lépése is. Na hát addig-addig forgatta az asszonyt, úgy beforgatta, de nem zavarta, mert ha elszédül gondolta, akkor is csak ő jár jó vele. De aztán úgy megforgatta, hogy az asszony elkezdett így kerengeni itt a nagy pusztába, ment egy ilyen hatalmas nagy kört, nagyobbat, mint ez az egész mező. Na hát gondolta az ember, ha már annyira megy az asszony, itt kereng egy kicsit a hortobágyon, hát ő bizony befejezi ezt a pipázást, mert hát az asszonnyal is úgy jó, hogyha pipázás is megvan, hogy minden kerek legyen, úgyhogy újra benyúlt a szűrje ujjába, azt elővette a pipáját, azt megint rágyújtott. Gondolta az asszony majd egy jó nagyot kerül, de hát nem került a mi asszonyunk olyan nagyot, hanem jött vissza, aztán egyre közelebb volt már újra az emberhez, hát az emberünk megint megijedt, hát ott lesz a pipafüst, és gyorsan kiverte a szikrát, gyorsan bedugta a szűrjének az ujjába, még egy darab szalonna bőrkét is bekapott, hogy elrágcsálja, mert hát abban az időben még nem volt tiktak meg rágógumi, úgyhogy a szalonna bőrkét rágcsálta, hogy elvegye a pipafüst szagát, hanem aztán, ahogy kiverte a szikrafüstöt, hát mit ad Isten, ilyen fajnos gatya volt rajta, mint nekem a csizmája. Hát ide beesett neki a szikra. Beesett ide a gatyájába. Hát mi történt onnan? Hát meggyulladt a gatyája. Meggyulladt a gatyája, nem lehetett más csinálni. El kellett kezdeni oltani. Oltani kellett a gatyát. Hát hogyan lehet oltani a gatyát? Hát így lehet oltani. Hát csapta a csizmáját, meg a gatyáját, oltotta, de aztán forró lett a keze, úgyhogy már csapni kellett a kezét is. Na már aztán akkor a másikra is rácsapott, aztán már onnantól kezdve nem volt megállás, már indult a néptánc. Már oltotta, oltotta, egyre jobban oltotta. Thank you.
Ezennel jelentem megalapoztuk a ma este hangulatát, remélem, és ebben a szellemben folytatjuk is, ők voltak a turai zsinnyegők. A Boldogi Kaláris táncegyüttes jelenleg 20 főt számlál, sokan közülük 15 év kihagyással léptek újra színpadra. A közösség érdekessége, hogy itt szülék és gyermekeik is együtt táncolnak. A csoport a Boldogi Újvári Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kötelékébe tartozik, támogatójuk a Boldogi Önkormányzat és az Újvári Ferenc Alapítvány. Oktatóik 2013. szeptemberétől Hajdú Zsuzsanna és Szokolik Szabolcs. Repertoárjukban szerepelnek Rábaköz, Szatmár, Szilágyság és szülőfalujuk Boldog táncai. Most ez utóbbit tekinthetik meg, majd Szilágysági Táncok című koreográfiájukkal lépnek színpadra. Fogadják őket szeretettel. Tartani, és egy szép boldogon végig menni.
majd meghalok utánad. Húzd rá! Thank you.
Boldogi Kaláris táncegyüttest látták, és ahogyan azt a délelőtt folyamán már megtapasztalhatták, minden táncegyüttesnek szeretnénk megköszönni, hogy jelenlétével emelte az estfényét, úgyhogy most is megkérek egy tagot, hogy az emléklapot vegye itt át a színpadon, köszönjük nekik, hogy itt vannak. Az Isaszegi Csata táncegyüttes 1968-ban alakult, jelenleg közel 150 tagja van. 5 korcsoportban folyik az oktatás. Tagjai között óvodáskortól az idősebb korosztályig találhatók táncosok. A helyi hagyományok mellett Magyarország számos területéről találhatók táncok, szokások műsoraikban. A Nagykamas csoport vezetői Hajdóné Bilász Ildikó és Hajdú Zsolt. Az ifjúsági és felnőtt csoport vezetői Szokolik Melinda és Szokolik Szabolcs. Művészeti vezető Bászkiné Varga Judit. A következő percekben sárközi táncokat láthatunk tőlük. Thank you.
A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület pávaköre 1991-ben alakult. Azóta számos változás közepette ugyan, de töretlenül őrzi és országszerte bemutatja a galgamenti hagyományokat, énekeket. Repertoárjukban elsősorban galgamenti népdalok szerepelnek. Tevékenyen részt vesznek a Galgahévízi Hagyományőrző Egyesület munkájában. A pávakör vezetője Csákány Lászlóné, szakmai vezetőjük Vanó András. Ma aratási nótacsokorral készültek. Kis pacsirta mindig a szintje.
papacsírta. Ne csalog, ajt az árva szívem, aranyos kis Mariska. György általános iskola tanulói. Mindössze egy éve énekelnek együtt, de már szép sikereket értek el. Aranyminősítést szereztek a tatabányai, észak- és közép-dunántúli népzenei kimittudon népdal kategóriában. Legutóbb pedig a Dunán innen Tiszán túl című kárpát-medencei népzenei versenyen középiskolások és főiskolások között szerezték meg az első helyezést. Galgamenti népdalokat fognak énekelni felkészítőjük Kis Anita. Fogadják szeretettel a Turai Tercet csoportját. Kicsi voltam, mikor én megszülettem. Rózsadimbó, mikor fölnevelődtem. Rózsadimbónak a legszebbik ága.
pokol. Legényekkel van tele, jányok nem férnek bele. Az énekes produkciókat követően most egy kis népzene jön. Az Aszódi Podmanicki Művészeti Iskola Turai és Jászberényi Népzene tagozatának növendékei. Itt kiabál nekem Balázs, Jászberényi van ideírva, de Jászfényszarói jelentem. Tagozatának növendékei jönnek, de a növendék az stimmt. Tanáraik Boda Gellért és Unger Balázs. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit akkor a Galgamenti ifi zenész válogatott nevében, mert hogy egy egész válogatott van itt most fönt a színpadon, közel 20 gyermek, és hát Magyarországon nagyon-nagyon kevés olyan hely van, ahol ennyi népzenész van, ennyi az egyfőre jutó népzenésznek az aránya. Hát itt a Galgamentén mindenképpen így van, mert hogy akiket itt látunk, ők az utánpótlás, de van még nekünk Cimbali Band, Zagyva Banda, Fix Team zenekar, akkor a most látható Garaboly zenekar, és akik a táncokat kísérik, ők is Galgamentiek, Püspök 60-ból érkeztek, úgyhogy mondhatni, hogy ez az egyik legtermékenyebb vidék zenészekből, és hát most hallgassuk meg akkor a legifjabb tanítványok válogatottjától először Erdélyből székelyföldi muzsikát, aztán másodszor pedig szatmári verbunkot, csárdást és friss csárdást hallhatunk, és arra kérek mindenkit, hogy buzdítsuk a fiatalokat, hogy minél jobban muzsikáljanak, és minél jobban megszeressék ezt a műfajt. Thank you.
Remélem, jó mikrofont találtam. Köszönjük szépen, hál' Istennek látszik, hogy az utánpótlás az biztosított. Itt Turán és a környéken legalábbis, bízunk benne, hogy ez így folytatódik tovább is. A Hévíz Györgyi Aranyalma hagyományőrző együttes decemberben ünnepelte megalakulásának 5. évfordulóját. A csoport alakulásának célja a település népi kulturális szokásainak újraélesztése és ápolása. A Hévíz Györgyi viselet, a dalok, a tánc és a hagyományok őrzése és bemutatása. Az elmúlt 5 évben számos szereplést tudhatnak maguk mögött településen belül és kívül egyaránt. 2010-ben Orbán napon Velenceváros díszvendégeként képviselhették Hévíz Györgyöt, de bemutatkoztak már a Néprajzi Múzeumban is. A csoport legfiatalabb tagja 8, a legidősebb 81 éves. A csoport vezetője Kovácsné Toldi Ildikó, koreográfusa Hajdú István, asszisztensek Kovács Andrea és Szűcs Imréné. A most bemutatásra kerülő koreográfiájukban Hévíz Györgyi hagyományokra épülő pünkösdi szokást elevenítenek fel, mely egyházi énekekből, népi gyermekjátékból, népdalokból és táncból áll. A koreográfia címe Pünkösdölő. Fogadják őket is nagy szeretettel. Nem engedik szeretni,
A jó Isten tudja, miért kell ennyit szenvedni. Irigyeim nem engedik szeretni. A jó Isten tudja, miért kell ennyit szenvedni. Ez a kislány teljel kocik nem vízlet. Törölközik kilas rózsa levelébe. Két orcája fehére kahónát. Piros napa, piros küvöti rózsát. Barna legény, nem muszáj haragudni. Ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni. Kikísérlek, be se csukom az ajtót. Várom azt a hűt szerető napit. Kikísérlek, be se csukom az ajtót. Thank you.
Köszönjük szépen a Hévíz Györgyieknek, és ismét a turaiak jönnek, a turai zsinnyegők, mégpedig füzesi táncokat láthatunk tőlük. Thank you.
Ők voltak tehát a turai zsinnyegők. Most pedig a Boldogi Kaláris táncegyüttes lép ismét színpadra, szilágysági táncokat bemutató koreográfiával. Fogadják őket is szeretettel. Thank you.
Ők voltak tehát a Boldogi Kaláris Tánc Együttes. Következő fellépőink is második műsorszámokkal lépnek színpadra mai estén. Fogadják szeretettel Isaszegi Csata Tánc Együttes ifjúsági és felnőtt csoportját, akik isaszegi táncokat fognak bemutatni. Thank you.
Vágok itt az isaszegi táncosok között, és figyelem, szolgálati közleménnyel folytatom. Köszönjük szépen mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta ezt a mai rendezvényünket. Voltak sokan olyanok is, akik támogatói jegyet vettek. Azok közül azonban nem mindenki élt azzal a lehetőséggel, hogy ezt a támogatói jegyet bedobja egy kalapba, amiből aztán az est végén tombola sorsolással különböző nyereményeket fogunk előhúzni. Úgyhogy akinél van támogatói jegy, és ezt még nem dobta bele ebbe a tombola kalapba, az megteheti itt a színpad melletti sátorban, várjuk a tombola sorsolásra ezeket a támogató jegyeket, ha van még valakinél itt a helyszínen. A Bagi Muharai Együttes 64 éve alakult, és megközelítőleg 160 tagot számlál. Négy csoportban dolgoznak próbáról próbára táncosaikkal, egy ovis és alsó tagozatos diákokból álló csoporttal, egy felső tagozatos, egy ifjúsági és felnőtt, valamint egy hagyományőrző csoporttal. A csoportok számos hazai és külföldi néptáncfórumon vendégszerepeltek már. Az együttes sikerpalettáján megtalálható nemzetközi és belföldi tekintetben több fesztivál és nívódíj, első helyezés, kiváló minősítés, állami kitüntetés, valamint meg annyi táncosuk országos versenyt nyert, szóló táncosi díjjal büszkélkedhet. Most következő műsorokban a felnőtt kamara csoporttól láthatnak kemény telki táncokat. Kellemes szórakozást kívánok! Thank you.
Ők voltak tehát a méltán elismert Bagi Moharai együttes tagjai. Most pedig a gála zárásához érkeztünk. Kérem, fogadják szeretettel ismét a színpadon az est házigazdáit, a Túrai Zsinnyegőket.
Thank you.